Hosszú előkészítés és biztonsági intézkedés előzte meg Ukrajna vízummentességét, mondta el Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő televíziónknak. Megszűnt egy adminisztratív akadály idén júniustól a vízummentességgel, ami pozitív hatással van elsősorban a kapcsolattartásra, a kereskedelemre, a turizmusra és a fiatalok mobilitását is segíti. Eredményes év 2017 Ukrajna szempontjából, hiszen az Európai Parlament elfogadta a vízummentességet. Milyen harcok, milyen küzdelmek előzték meg, hogy ez az intézkedés megvalósuljon? Ez egy nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, mely 2008-ban kezdődött. Akkor kezdte el Ukrajna az első tárgyalását az Európai Bizottsággal a vízummentesség megszerzéséért, és mint mondtam, hosszú folyamat volt, és nagyon rögös volt ez az út, hiszen az Európai Unió nem állt készen arra, hogy egy olyan államnak adjon vízummentességet, amely harcban áll egy szomszédos állammal. Emiatt a keleti határai nincsenek biztosítva, és egy nagyon nagy határszakaszon nincsenek állami felügyelet alatt. Emiatt több olyan biztonsági intézkedést kellett előbb meghoznia az Európai Uniónak, amivel egyfajta védelmet biztosít saját magának. Ez volt az úgynevezett visszavonási törvény, ami arról szól, hogyha bármilyen oknál kifolyólag veszélyeztetve érzi magát az Európai Unió egy olyan állam által, amelynek vízummentességet adott, akkor egy tolvonással vissza lehessen vonni ezt a vízummentes beutazásnak az engedélyét. 2015-ben, már decemberben az Európai Bizottság kiadta azt a véleményt, hogy Ukrajna készen áll, viszont ez a visszavonási törvény még nem volt megszavazva, és ezért elhúzódott még majd egy éven keresztül ennek a döntésnek a meghozatala, és végül ugye 2017. július 11-én vált valóban vízummentessé az ukrán állampolgárok számára az Európai Uniós beutazás. Képviselőtársaimmal számos alkalommal elmondtuk azt, hogy a késleltetés az nem az ukrán állampolgárok javát szolgálja, és az Európai Unió egyfajta álszent politikát folytat azzal, hogy veszélyforrásként tekint az ukrán állampolgárokra, amellett, hogy migránsoknak a százait engedik be mindenféle útlevél és egyéb dokumentum nélkül, míg az ukrán állampolgárokra, így például a kárpátai magyarokra is úgy tekint, mint veszélyforrás. És ezért nagyon sokszor keveredtünk vitába, úgymond, ebből a témából kifolyólag, hogy mielőbb adja meg Ukrajnának a vízummentességet az Európai Unió, és nem csak az Európai Parlamentben, de legmagasabb szinteken, ugye a magyar kormány, a külügyminiszter, a miniszterelnök is nagyon sok alkalommal szóvá tették ezt legmagasabb szintű tárgyalások és az EU csúcsok során. A vízumkényszer elhárult. Milyen ágazatok látják ennek a jótékony hatását? Elsősorban azt kell mondanunk, hogy a legpozitívabb hatással ez a kapcsolattartásra lesz, illetve van. Megszűnt ezáltal egy adminisztratív akadály, ami például a kárpátai magyarok szempontjából volt, ahhoz, hogy az anyaországba jussanak. A vízumkényszer az egyrészt egy bürokratikus és egy anyagi jellegű akadályt rótt az emberekre, tehát amellett, hogy időpontot kellett kérniük a konzulátusokon, megvárni a vízumot, majd visszaigényelni az árát, ez időbe telt és pénzbe. Most pedig bárki a biometrikus útlevelének a birtokában bármikor átlépheti a határt, egy minimális feltételnek kell megfelelni, annyi pénzzel kell rendelkezni, ami elegendő az itt tartózkodás, illetve az Európai Unióban való tartózkodás szempontjából. Másrészt ennek nagyon pozitív hatása lehet a kereskedelemre, a turizmusra. Nagyon pozitív hatása lehet a fiatalok számára a mobilitás szempontjából, hogy nagyon egyszerűen veszik az útlevelüket, és akár a nyelvtanulás szempontjából el tudnak jutni az Európai Unió bármelyik pontjára. Azt tudni kell, hogy a vízummentesség az nem ad jogosultságot sem munkavállalásra, sem 3 hónaptól hosszabb ott tartózkodásra, tehát nem lehet akár oktatási vagy munkavállalási céllal felhasználni. Milyen anyagi és milyen tárgyi feltételei vannak ennek az átkelésnek? A tárgyi feltétele az, hogy valaki rendelkezzen biometrikus útlevéllel. Amikor
megszületett a vízummentesség, akkor már Ukrajnában több mint 1 millió ilyen biometrikus útlevelet bocsátottak ki, és azóta csak nőtt az igény ezekre a biometrikus útlevelekre, illetve nagyon nagy sorok alakultak ki bizonyos igénylő helyeknél, bizonyos irodáknál, úgyhogy megnőtt a várakozás ezekre az útlevelekre. Az anyagi vonzata ugye jelenleg már csak az útlevélnek van, ami nagyjából egy 20 000 forintos összeget jelent, és ugye 10 évre megkapja az igénylő az útlevelet. Mi a következő lépés a kisebbségvédelemben? A nyelvhasználat kérdésével jelenleg mi a helyzet? Az ukrán állam már létrejöttekor 1991-ben úgy definiálta a saját identitását, mint az ukrán nyelvnek a záloga. Tehát az ukrán nemzetfejlődés az szorosan összefüggött az ukrán nyelvűsítéssel. Miután független lett Ukrajna, megpróbáltak mindent ukrán nyelvűvé tenni, de mégis volt egyfajta tolerancia a nemzeti kisebbségek irányába, ugyanis tisztában voltak azzal, hogy Ukrajna nem homogén. Még a 90-es években az első alkotmányban, illetve a különböző törvényekben megszülettek azok a lehetőségek, hogy a nemzeti kisebbségek használják széleskörűen az anyanyelvüket, az oktatás terén, illetve a kulturális fejlődésükben, a hagyományőrzésben használják a nemzeti szimbolikát. Ezek mind okoztak egyfajta ilyen békés együttélést a lakosságon belül. És miután a 2000-es években, főleg a 2004-es narancsos forradalom után megindult egyfajta ilyen jobboldali eltolódás, egyfajta ilyen nacionalista eltolódás az ukrán társadalomban, azután a nyelvkérdés került úgymond ennek az egész harcnak a középpontjába, és egyre jobban megpróbálják szűkíteni a különböző nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználati jogát, és most mondhatjuk azt is, hogy hát elsősorban az oroszok miatt, illetve hát az oroszokkal való szembenállás miatt, de minket, magyarokat ez nem vigasztal. Tehát az, hogy az oroszok miatt szűkítik a mi jogainkat is, ez egyáltalán nem egy megnyugtató dolog. És jelenleg ugye a nyelvkérdés, illetve a nyelvháború az két fronton zajlik. Az egyik az a 2012-ben elfogadott regionális és kisebbségi nyelvekről szóló törvény, illetve van még egy másik front, ugye az oktatási törvény reformja, ami szintén vonatkozik a nyelvekre is, mert a 7. cikkelye az oktatási törvénynek arról szól, hogy milyen nyelvűnek kell lenni az oktatásnak Ukrajnában, és itt is megpróbálják a kisebbségi jogokat korlátozni, ugyanis az újonnan beterjesztett módosító javaslatok alapján csak ott lehetne anyanyelven oktatni, ahol tömbben él egy-egy kisebbség, és a megfogalmazás szerint nem garantálnák ezt a jogot sem, hanem csak lehetőség van kisebbségi nyelven oktatni, ahol egy tömbben élnek bizonyos kisebbségek, illetve nem is minden szinten, hanem csak az általános és a középiskola szintjén. Tehát ez ellehetetleníteni a felsőoktatásban való használatot. Határon innen és határon túl egyaránt nagyon sokan örülnek és drukkolnak a kisebbségi jogok bővítésének, azonban számos felhang az ukrán médiában a nem tetszését fejezte ki. Jelenleg van egyfajta elég durva hangulatkeltés a magyarokkal szemben az ukrán médiában. Az írott és az elektronikus médiában egyaránt az utóbbi hónapokban elkezdtek olyan cikkek megjelenni, hogy az anyaország által nyújtott támogatások, azok egyfajta kiterjesztései a magyar hatalomnak. De a legrosszabb az egészben, hogy nem csak az írott médiában vannak ilyen agymenések, hanem sajnos még az állami médiában, az állami tévécsatornákon is olyan műsorok, olyan hírösszefoglalások jelennek meg, amelyek bejátszák a különböző Beregszászon és Kárpátalján forgatott ukrán tévéstábok által való riportokat, ahol azon háborodnak fel, hogy nem hallani ukrán beszédet, csak magyart. Felháborodnak azon, hogy miért van a különböző intézményeken két zászló kitéve, az ukrán mellett ott van a magyar is. Ez nagyon rossz hangulatot kelt a helyi ukrán és magyar lakosság között, egyfajta feszültséget gerjeszt,
és hát hosszú távon nem tudhatjuk, hogy igazából ennek milyen veszélyei, milyen következményei lehetnek.